elő örömmel, pusztuljatok bilincses iskolát. De elcsipult a lókettőgetek, helyére ült a modern kínoság. Köröttünk már az élet csöpödött. Ó, ifjúi szent megrozalodás, bomoly, nagy fény, hős férfi szeret, emléketek ma is miért tölák. Hős volt az élet, és megjön szép, a hozzáértő tüzet csiszoló, ifjúi idéző rengeteg szép. Ha élet zenik a iskolás, az életünkre is iskola lesz, és szent fizikát így folytatják tovább. Én iskolám, köszönöm most neked, hogy az eljött életcsapát között volt tudni hozzám mindenetet. Szívem fölemelhet, és így üdvözlöm a mindig újakat. Fölöttünk, csak semmit tőlek. Bár dolga harc, hogy megjött a világ, ahol megjött a harc, amikor menek, üdvözlöm, szabad lehet kiállni. Megalkották az általános tudás váltását, mielőtték az érdeklődőt. Írjék Jolajéja! Vannak pillanatok, amikor a megértett szó többet ér a fejben, mint ebben egy marék alatt. Ma jobban, mint bármikor szüksége van az országnak, a nemzetnek, mint híművel amikor a demokrácia fejlődésre a nemzeti cél, akkor szükségszerűen meg kell nőjön a tudás értéke. Iskolánk mindent megtesz, hogy sokrétű, sokoldalú tudással indítsa útjára tanulóit a továbbképző iskolába. Örömmel mondhatom, ismét 100%-os a továbbtanulók száma, a jelenlegi helyzetben is sikerült tanulóinknak a pályaválasztás. Van a 7000 tanulán, vettetek részt, és közel 1000 órás tanulmány kívüli tevékenységben költözhetek el. A szám így első vallása is nagy, remélhetőleg hatékonysága is arányos ezzel. A tudás emberséget nyújtó iskolát emberhasszóvá formáltató a tanárok törődése, őszinte figyelme, követelő szeretete. Arra kívántunk benneteket nevelni, hogy az örömök, a derek, a jól végzett munka okozza, a lelki egyensúly pedig az emberséges tettek gyakorlása. Sajnos a kisgyerekek elsajátítatásával jobbakat eredmények, mint a magatartás kultúra fejlesztésében. A megfelelő magatartási minták gyakorlására tervezett tevékenységi formák sem voltak elég eredményesek. A kötelességtudat és más alapvető emberi értékek, mint például az egymás iránti tisztelet, szeretet, segítőkészség, összességében az emberi kapcsolatok formalitásának hiányának mellőzősége arra indít bennünket ezekben az ünnepi percekben is, hogy a társadalmi környezetnek az igazi értékeket kell hitelesíteniük. A szavak és tettek egységét kell látnia, figyelni elhelyett, bátorítása nélkül nem lehet harmonikus személyiséget, egészséges rendszert, gyermekeket nevelni. Tanuljuk együtt a történelmet, amikor sok minden érvényét vesztettek. Azonban nem veszheti soha érvényét az a kötődés, amely hazánkhoz fűzi bennünket. Minden fiatalnak természetes vágya, hogy megtalálja saját személyeseit a világban, a legszűkebb környezetétől a legtávolabban, a földben, tengerekben, de az emberben nincs mindenek ellen. Szerezd a felnőtt, a képet, a könyvet, de az ember szerez mindenek ellen. Érd mélyen át a száraz állat, immun csillagok és beteg állatok bánatát, de az emberek is mindenek ellen. A szívének, de az embernek több örülünk mindenkinek. Kedves tanulók, kedves szülők! Mivel a mai alkalom egyben tanítváló is, engedjék meg, hogy ismertessen nagyon röviden iskolán ezévi eredményét. Az elmúlt évek sorában sok eredmény született, tanulónk jutott tovább a megyére, és képviselte Nagy-Kalizsa színeit.
Országos versenyre jutott. Budrin Zsófia 8. kiosztályos tanuló orosz volt, és kiválóan helytázott országos versenyen is. Ugyancsak ez mondható el Tóth Bernadett 8. kiosztályos tanulóról, aki szintén az orosz országos versenyen szerepelt eredményben. Kis Gábor 8. kiosztályos tanuló matematikával érte hasonló eredményt. Elmondani, hogy ez a teljesítmény páratlan az iskola történetében, hogy ugyanazon egy napon két tantárból egy tanuló megyei elsőséget szerez egy nagyon erős mezőnyben. Kis Gábor 8. C-osztályos tanuló fizika 2., Imre Balázs 8. A-osztályos tanuló rajzból 4., Gazdag Erzsébet 7. A-osztályos orosz 4., és Tóth Krisztina 7. C-osztályos kémia 2. A 8. A-osztályos tanuló fizikából és Lelkes Tamás matematikából elért eredményért. A területi fizikai fejtörő első helyezettje Kis Gábor 8. B-osztályos tanuló. Pályázaton kiváló megfelelt minősítést kapott biológiából Fejvás Mónika és Kornyérugó szerepel. Az éneklő ifjúság versenyen ezüst minősítést kapott kórusunk. Országos zenei műveltségi betérkedőn nagyon erős csapatok mezőnyében 3. helyezést értünk el, hagyományosan olyan megyékkel szemben, ahol nagyon régi már az énekzenei tagozat. Tarsa Gábor, Szennyei András, Polgári Tamás, Kis Miklós, Molnár Tamás. 2. A-osztályban Farkas Nikolett, Horváth Mónika, Solyombári Noémi, Simon Imre. 2. B-osztályban Andrasek Viktória, Károlics Galma, Horváth Andrea, Radics Virág, Záhony Zsófia. 2. C-osztályban Gerencsér Anita, Tihanyi Attila, Horváth Zsolt, Károsi Adrián. 3. A-osztályban Johannides Éva, Kusner Réta, Orosz József, Tartai Virág. 3. C-osztályban Ilyen, Rúd Renáta, Szitkár Tínea, Mozolics Péter, Mismás Lidika és Galai Kapar. 4. B-osztályban Diós Judit, Lancsák Rihár, Maros Zsuzsak. 4. C-osztályban Pankas Gábor, Mozsonegyi Erik, Lelkes András, Merti Delos Zsuzsak. 5. A-osztályban Karmóski Réka és Tittár Anett. 5. B-osztályban Gazdag Gabriella, Nyár Benedik Éva, Pataki Zsolt, Simon Júlia, Gecse Orsolya, Szelei Zsuzsa, Öde Csaba, Simon Júlia. 5. C-osztályban Hámori Dávid, György Enikő, Tóth András, Vivarvári Ákos, Balogh Adrián. 5. C-osztályban Kovács Balázs, Deke István, Vaksai Emil, Seres Attila, Szokol Pál. Köszönet és hálaját, hogy nem kívánok nagy odaadása a kérdőmondozatási szeretetlenek szépen. Következik meg a gyárban. Kérlek benneket valóban az út, Szent Erzsébet, úgy érezzük, hogy a szépen
Istentől áldó ifjúság. Újjába itt az életet kimenni, és büszkén vinni, bölcs tudás, épített, vallani, nem hullatomba bennünk, amit a jó iskola épített. Jó iskolás, még sok-sok köszön életét meg, kiúj, nézségű, tiszta, nagy, követő, ültessen a kisfiú élet, ezer messzi, ezer tiszta ad. Nemes tanárok, sok nemes tanítvány, élét növeljék a tisztes alatt. Ne álljunk meg többé soha lyukát, ne rosszak én soha, rúcs alatt. Amit megértek, szeretem azt, ami azt jelenti, amiről.